kocsi készülődik neki a labda elrugásának. Puskás beledek a lábadba! És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Gyere egérke, gyere kicsi lány! A sportszolgálatában egykor és most. Sportarena Szabó Tímával. Hát ilyen nincs és mégis van. Jó napot kívánok a Kontakt Rádió hallgatóinak a 87,6 MHz-en. Ez itt a Sportaréna, Szabó Tímea vagyok. Ma egy kicsit többen vagyunk itt a stúdióban, nem is véletlenül. Akárcsak az elmúlt adásokban, ma is kedves Sportexpresses kollégámmal, Maros Józseffel fogjuk faggatni a mai fantasztikus vendégünket. De hát itt van velünk egy olasz tolmács, olasz tanárnő, Tomsei Krisztina, akinek segítségével fogjuk megtudni a válaszokat a kitűnő labdarúgótól, Davide Lanzafémétől, aki a mai vendégünk, és szeretettel köszöntök mindenkit itt a stúdióban. Én is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és a kedves vendégeinket. Üdvözlök én is mindenkit. Ti diamo il benvenuto anche noi. Grazie mille. Da parte degli ascoltatori e da parte nostra. Grazie a tutti voi di avermi invitato. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok ide, öröm volt eljönni hozzátok. Nagyon izgalmas a mai vendégünk, úgyhogy nem véletlen, hogy itt van, és olyan életútja van, ami lehet, hogy bele se fog férni egy adásidőbe, úgyhogy bele is vágnánk. Kivételesen nem a gyerekkortól szeretném kezdeni a beszélgetést és a faggatást, de persze arra is rá fogunk térni. Inkább egy picit a budapesti életéről kérdezném Dávidét. Ugye a Budapest Honvédban ő már játszott 2013-ban, egy fél éven keresztül, majd 2016-tól ismét a Budapest Honvédban játszik, nagyon nagy sikerrel és nagyon nagy szeretettel fogadja őt a hazai közönség. Azt szeretném megtudni, hogy hogyan fogadta a családja azt, hogy ő újra Budapesten fog játszani, és hogy érzi magát Magyarországon? Allora, prima di tutto, visto che è già la seconda volta che giochi qui da noi in Budapest Honvéd, perché hai iniziato prima il 2013, sì, se mi ricordo esatto. Bene, e poi hai ricominciato, diciamo così, nel 2016, e tutti ti adorano e ammirano veramente, e sei qui con tutta la tua famiglia, e vorremmo solo sapere come ti senti qua, cosa ha detto la tua famiglia quando tornavi qui, quindi come hanno preso la notizia certo. Di tornare qua in Ungheria? Ma guarda, quando sono venuto qua ho firmato 3 anni di contratto la seconda volta. Amikor idejöttem, amikor először idejöttem, akkor 3 évet írtam alá. Quindi c'era un pochino di spavento da parte di mia moglie, non da parte mia inizialmente. És másodszor is, amikor visszatértem, akkor egy picikét természetesen a feleségem megijedt, hogy újra visszatérünk. Ma dopo 6 mesi la mia moglie e le mie 3 bambine si sono integrate molto bene qua a Budapest. Utána egy fél éven belül gyakorlatilag az egész családom, a feleségem és a 3 gyermekem teljesen integrálódott, és jól érzik magukat itt Budapesten. E devo dire che abbiamo passato addirittura Natale qua. La mia famiglia l'ho portata in Ungheria, non sono stato io ad andare in Italia. És hát ebben az évben például az egész karácsonyt itt töltöttük Magyarországon. Uh-huh. Tehát nem én mentem haza a családomhoz, hanem az egész családomat idehoztam, és itt töltöttük az egész karácsonyi időszakot Magyarországon. Quindi direi molto bene, è diventata la mia seconda casa e sicuramente c'è un pezzo di cuore c'ero qua a Budapest, sicuro. Nagyon-nagyon jól érzem magam itt, és azt mondhatom, hogy a második hazámnak tekintem Magyarországot, és hát egy nagy darabja a szívemnek Budapesthez kötődik most már. Ez megtiszteltetés. Van is akár kedvenc helye Budapesten, ahova a családjával, a gyerekekkel ellátogatnak? Sì, allora, questo è un grande onore per noi. Hai qualche luogo preferito che ti piace visitare o
qualcosa che preferisci qui a Budapest? Guarda, diciamo che la conosco abbastanza bene Budapest, perché l'abbiamo girata abbastanza, poi anche un po' fuori, come il Balaton, è un posto molto bello a livello estivo. E la parte che mi piace di più, devo dirti, che è la Basilica, perché a me la Basilica, Piazza degli Eroi, Andrassy Utca, è una città che mi dà molte emozioni, Budapest. Hát mondhatom, hogy nagyon jól ismerem Budapestet, mert azért, ahogy itt élek, ugye azért sikerült elég jól bejárnom egyedül is, és a családommal is. Helyek, amiket még nagyon szeretek, ugye hát a Balaton, azt mindenképp meg kell említenem, és hát a kedvenc helyeim itt Budapesten a Bazilika, az Andrássy út, a Hősök tere, és érzelmileg nagyon sokat ad nekem. Tehát egy rettenetesen érzelmileg feltöltő városnak tartom. Illetve elárulta akkor, és eláruljuk a rajongóknak, hogy hol lehet Dávid Lanzafámival és kedves családjával összefutni egy selfie erejéig. Allora, possiamo dire a tutti dove ti trovano per fare un selfie? Sì. A pályán kívül természetesen. Oltre il campo, naturalmente. Ma diciamo che sono sempre disponibile, anche con... sono molto onorato che la gente mi ferma a Budapest a chiedere una foto. Per me questa è una soddisfazione doppia. Perché essendo straniero e fare bene all'estero non è semplice, soprattutto perché ti devi integrare in una cultura diversa. Però per me è stato semplice, perché ho sempre dato il massimo e il mio lavoro viene apprezzato e io ne sono felicissimo, chiaramente. Hát mindenképpen bárkinek nagyon szívesen megállok egy selfie erejéig, és ez egy nagyon megtisztelő dolog nekem egyébként, hogy itt külföldiként megállítanak az utcán, felismernek, és az is, hogy tudom, hogy mennyire szeretnek, és mennyire becsülik az én munkámat, ez azért különleges nekem, mert azért, hogyha az ember külföldre megy, akkor egy teljesen más kultúrába kell integrálódnia, egy teljesen más embercsoportot kell gyakorlatilag megismernie, és itt úgy érzem, hogy ez itt nagyon könnyű, és nagyon olyan emberekre találtam, akik tényleg szeretettel fogadnak. Szerethető embert csak szeretni lehet. Ki può essere amato? Lo amano sempre. Bene, sono felice, bene. Igen, na, nagyon boldog is vagyok ettől. Térünk vissza egy picit a családjára. Én ennek nagyon örülök, hogy a családja itt töltötte a kis családdal a karácsonyt. De nagyon érdekelne, hogy Olaszországban milyen családban nevelkedett Davide, hogyan nőtt fel, milyen volt a kicsi Davide, hogy képzeljük el, rossz csont volt, jó tanuló volt, már akkor is állandóan a pályán volt esetek tanulás helyett, ez nagyon érdekelne. Illetve, hogy a szülei mennyire motiválták arra, hogy ő sportoló, legyen sportoló-e a szülei például. Allora, hai detto che hai passato qui il Natale, tutto il periodo natalizio qua in Ungheria, e questo ci fa grande piacere. E, tornando alla tua famiglia, vorremmo saperne un po' di più, come eri tu da bambino, come era la tua famiglia, che facevi, se facevi le marachelle, se eri un bambino buono, se studiavi bene, poi lo sport. E lo studio, lo sport e la tua vita, come coincidevano? Allora, ho avuto una famiglia dove non mi ha mai fatto mancare nulla, quindi ho avuto un'infanzia molto felice. Ho un fratello di 10 anni più grande. Tehát egy nagyon-nagyon boldog családban nőttem fel, semmim nem hiányzott, mondhatom, mindent megadtak nekem a szüleim. Van egy fiú testvérem, aki 10 évvel idősebb nálam. E ho diviso la mia infanzia tra sport, calcio e ho fatto tutta la trafila da quando avevo 6 anni fino a 20 alla Juventus. És hát gyakorlatilag az életemet mindig is kitöltötte a sport, illetve hát a foci. 6 éves koromtól fölfelé kifejezetten csak a labdarúgással foglalkoztam, ugye a Juventusig is eljutottam. E chiaramente studiando come tutti i bambini, anche se devo dirti la verità, non era uno dei miei sport preferiti.
Hát igen, a tanulás az ugye, mint minden gyermek életében kötelező volt, és hát nem az volt a kedvenc sportom, hogy tanuljak. Na jó, akkor egy picit labdarúgózzunk. Látom, Józsefbe most már beleszorult a kérdés, főként miután Dávide említette a Juventust, úgyhogy átadom, József, parancsolj. Mielőtt azonban még a Juventusról és egyéb a futballról beszélnénk, milyen érdeklődési köröd van, Dávide, humán, reál, és melyik voltak a kedves tantárgyai, és aztán utána valóban rátérünk a focira. Allora, prima di parlare veramente del calcio, ti vorremmo chiedere una cosa di te, qual è il tuo interessamento, sei piuttosto umano, hobby. Reale, sì, quindi che tipi di... Gli hobby che ho in generale, guarda, io divido in questo momento divido il mio tempo libero prettamente con le mie figlie, perché comunque il dispendio di tempo con i figli, io ne ho tre piccoline, è molto, quindi gioco a calcio e divido il mio tempo con mia moglie e le mie figlie, perché chiaramente per essere un buon padre bisogna dare tempo e attenzione ai propri figli. Hát igazság szerint most, hogy ugye van három lánygyermekem, igazság szerint nem tudom annyira a hobbiaimnak szánni az időmet. Természetesen azért megpróbálok minden iránt érdeklődni, de hát jó apa is szeretnék maradni, ennél fogva a legtöbb időt megpróbálom a gyermekeimmel tölteni. Hát akkor most már térjünk át a focira. A Juventus utánpótlás együttesében kezdtél futballozni, és 2006-ban mutatkoztál be az akkor másodosztályban szereplő csapatban. Aztán még kétszer visszatértél az öreg hölgyhöz, közben megfordultál többek között Báriban, Parmában, Palermóban, Crotonében, Bressában. Visszatekintve, hogy érzed, mi lehetett az oka ennek a sok clubváltásnak? Inkább gyakori, inkább úgy mondani. Allora, parlando adesso del calcio, sappiamo che hai iniziato alla Juve nella squadra junior, e poi hai cambiato abbastanza frequentemente squadre, sì, e poi nel 2006 sei tornato, no? Quali erano i motivi di questi cambiamenti frequenti, diciamo, di squadre? Ci sono stati diversi motivi. Uno di questi è che ero di proprietà della Juventus, e chiaramente per giocare alla Juventus devi essere un giocatore pronto, e non sempre i giovani che escono dalla Juventus sono pronti, quindi mi hanno girato tante volte in prestito. Az elsődleges ok az az, hogy ahhoz, hogy a Juventusnál játszhass, ahhoz egy úgymond kész focistának kell már lenned. Tehát nem mindig sikerül valakinek rögtön a fiatalok közül bekerülni a Juventus csapatába. Ennél fogva sokszor úgymond kölcsön adtak különböző csapatoknak, hogy fejlődjek, és hát ez az oka annak, hogy sok helyen megfordultam. Questa è una delle motivazioni, poi ce ne sono altre, non ho avuto un carattere molto facile, e adesso chiaramente ho 30 anni e la mia mentalità è cambiata, e ho più pazienza e so aspettare di più, comunque tendenzialmente sono un carattere che parla in faccia, e alle volte ho pagato delle scelte proprio per quello, perché ho detto le cose sempre in faccia, e alle volte quando sei giovane questo non si può fare. Azt is hozzá kell tennem, hogy azért egy személyes dolog is volt ebben, mert kicsit nehezebb természetem volt akkor, amikor fiatalabb voltam, ugye most már 30 éves vagyok, jobban meggondolok mindent, akkor egy kicsit forró fejű voltam, mindenkinek az arcába mondtam, szemébe mondtam minden véleményemet, ezekért néha meg is fizettem. De hát most már ugye tudok gondolkodni, tudom mérlegelni a dolgokat, de egyáltalán nem vált hátrányomra, tehát ez nekem egy hatalmas tapasztalatot jelentett. Ugye azt tudjuk, hogy Alcibiadéval együtt játszott a Juventus junior csapatában. Sappiamo che hai giocato con Alcibiadé. Ki volt még az Alcibiadén kívül, aki ma már nyugodtan kérdeztetem, hogy nevet szerzett magába az olasz futballban. Hát gondolom sokan, de hát azért kikre emlékezek, kikre játszottál még egy csapatba. Ki ricordi ancora che sono diventati grandi da quella squadra? Diciamo che io sono stato molto fortunato, perché sono cresciuto insieme a Giovinco, insieme a Marchisio,
Mondhatom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert Giovinkoval és Marchisioval mondhatjuk úgy, hogy együtt nőttünk fel, tehát egész gyerekkorunk óta ismerjük egymást. E questi sono due esempi forse più importanti in assoluto. Poi ci sono altri nomi che sono giocatori di Serie A, Serie B importanti, però Giovinco e Marchisio sono due ex compagni che sono amici, che stanno facendo molto bene e chiaramente è stato un onore per me fare le giovanili con loro. És hát ők mindig is meghatározó személyek voltak az életemben. Természetesen sokan vannak olyanok, akik az első, illetve másodosztályban játszanak, és nevesebb focistákká váltak, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy ők ketten azok, akiket úgy kiemelnék, és akik mindig is megmaradnak nekem szoros kapcsolatként. Tartod velük a kapcsolatot időnként? Mantenete il contatto? Sì, qualche volta ci sentiamo, specialmente con Giovinco, qualche volta ci sentiamo per telefono, poi è chiaro che a distanza di tanti chilometri non è semplice vederci, però conservo un ottimo ricordo e qualche volta ci vediamo, quindi ho un buon rapporto con lui. Persze, azért igyekszünk tartani a kapcsolatot Giovinkoval, azért egy kicsit többször van lehetőségem akár telefonon is beszélni. Az az egyetlen baj, hogy nagyon nagy a távolság köztünk, tehát a sok kilométer azért szabgáltakat. Inkább azt mondanám, hogy az egész eltelt időszakról egy nagyon kellemes emléket őrzök magamban, és ez azért úgy életben tartja bennem ezt a kapcsolatot. Sok edzővel dolgoztál együtt. Ki az, aki meghatározó volt ebben a korban számodra? Hai lavorato con tanti trainer, no? Hai avuto tanti allenatori. Chi era il più memorabile per te, diciamo? Beh, devo dirti che secondo me ci sono tre allenatori che mi sono rimasti nel cuore in assoluto. Conte è stato il mio allenatore dove mi ha lanciato. Che ero a Bari, il primo anno di professionismo, e lui mi ha lanciato nel mondo che contava. Tehát három olyan edzőt tudnék megemlíteni, aki az életemben nagyon fontos szerepet töltött be. Elsőként Contét említeném, aki tulajdonképpen engem elindított. Báriban játszottam, és hát ő volt az, aki gyakorlatilag... hát úgymond kilökött a világba, tehát hogy elindított a karrieremem. Il secondo è Francesco Guidolin, che ho avuto al Parma ed è un allenatore che, se non sbaglio, attualmente ha più presenze nel campionato di Serie A in attività ed è un allenatore che mi ha dato molto, mi ha fatto molto crescere. A második Guidolin volt, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Én azt gondolom, hogy az ő munkássága alatt nagyon-nagyon sokat fejlődtem. Vele a Pármában dolgoztam együtt, és nagyon-nagyon maradandó dolgokat kaptam tőle, amik egész életemben, egész pályafutásomon végigkísérnek. Ma l'allenatore che mi ha dato di più a livello umano, e quindi sono chiaramente molto legato a lui, è Marco Rossi. Un allenatore che con un carattere molto particolare come il mio, che dice le cose in faccia, e io per lui ho un debole particolare, quindi qualsiasi cosa mi chiedono di Marco Rossi io posso solo parlare bene di lui. Harmadikként és abszolút nem utolsó sorban Marco Rossit említeném meg. Ő az, aki emberileg a legtöbbet adta nekem. Tehát nagyon-nagyon hasonló természetünk van. Ő is olyan, mint én, hogy gyakran megmondja az embernek szemébe a dolgokat. És ő az, akivel talán a legjobban együtt tudtam dolgozni. Pontosan ezért, mert ilyen hasonlóak vagyunk. De neki köszönhetek emberileg a legtöbbet. Nagyon örülök, hogy Marco Rossit említette, Dávid, de egyrészt, mert Marco Rossi is volt már a műsorunk vendége, és vele is történt egy nagyon jó beszélgetés. Másrészt, hát ugye dolgoztak is együtt Marco Rossival, és érdekelne azon kívül, amit mondott még, hogy milyen volt a szakmai kapcsolat, illetve akkor talán egy baráti kapcsolat is kialakult közöttük, ugye, mi Kispesten együtt voltak. Allora, sono molto contenta di sentire Marco Rossi, perché non so se sai, per una volta avevamo il piacere di ospitarlo anche lui qui da noi.
E, sì, allora, il vostro rapporto è piuttosto amicizia o piuttosto un rapporto professionale? Come... Io penso che la qualità di Marco Rossi sia quella di trattare tutte le persone alla stessa maniera, quindi i giocatori più importanti e i giocatori meno importanti. Marco, fuori dal campo, lo chiamo Marco perché abbiamo un rapporto ottimo da due persone adulte, due uomini, ma in campo mi ha sempre trattato come fossi un giocatore normale e non ha fatto mai differenze, quindi è proprio quella la qualità che ha lui, il dividere la parte lavorativa con la parte privata. Uh-huh. Hát Marco Rossiról azt kell tudni elsősorban, hogy neki van egy hatalmas előnye abból a szempontból emberileg, hogy tökéletesen el tudja különíteni a pályán belül és a pályán kívüli kapcsolatokat. Tehát amikor a pályán vagyunk, akkor mindenkit képes ugyanúgy kezelni, mint hogyha egy bármelyik focistáról lenne szó. Amikor pályán kívül vagyunk, akkor őt ugye Márkónak hívjuk, hát természetesen akkor kicsit lazul ez a viszony, és átmegy egy kicsit barátiba, de nagyon-nagyon jól el tudja ezt különíteni, és ezért kivívja magának abszolút a tiszteletet. És egyébként tartják a kapcsolatot Marco Rossival, mióta Marco Rossi már nem a Budapest Honvéd vezető edzője? Da quando Marco non è il vostro allenatore, avete il contatto, quindi sì, ci sentiamo, qualche volta ci sentiamo senza problema, chiaramente gli ho chiesto come si trovasse lì in Slovacchia nella sua nuova avventura, perché ripeto, è rimasto un rapporto umano che va al di là del lavoro, quindi Marco spero sempre che stia bene, spero sempre che abbia successi nella vita, perché è una persona che è partita dal basso e step by step ha saputo acquisire il rispetto qua in Ungheria, e per uno straniero è molto difficile, quindi questo lo apprezzo e spero che facciano lo stesso gli ungheresi con me. Természetesen azért tartjuk a kapcsolatot, bár hát ő ugye most Szlovákiába ment egy másik csapathoz. Én remélem, hogy ő mindig is meg fogja találni a számításait, és mindig úgy gondolok rá abszolút jó indulattal, hogy remélem sikerül bármit elérnie, amit szeretne. Tulajdonképpen a kapcsolat az miután ő ugye, amit elmondtam, hogy rettenetesen jól ért az emberekhez, nem volt kétség, hogy meg fog maradni. Tehát a baráti kapcsolat felől nem volt kétség, hogy meg fog maradni. Ő egy olyan ember, aki nagyon lentről indult el, tehát egy nagyon nehéz karrier áll a háta mögött, egy nehéz élet áll a háta mögött, de nagyon tiszteljük őt, és hát úgy gondolom, hogy külföldiként, ami nagyon-nagyon nehéz, azért neki is mindig sikerül mindenhol megállni a helyét. Hát így is maradjon, mi is szeretjük őt is. Most viszont elmegyünk egy kicsit szusszanunk, jó? Zenélünk egyet, és jövünk vissza Davide Lanza Famival. Adesso però facciamo una pausa e poi torniamo e continuiamo il nostro discorso. Szép napot kívánok a most bekapcsolódó Kontaktrádió hallgatóinak, a 87,6 MHz-en. Önök a Sportarénát hallgatják. Mai vendégünk egy rendkívüli olasz labdarúgó, aki a Budapest Honvéd csapatát erősíti immáron többször is. Ő pedig Davide Lanza Fame. De megint átadom a szót műsorvezető kollégámnak, mert úgy látom, hogy benne ragadt valami. Igen, hát én is köszöntöm ismételten a kedves rádió hallgatókat. Ugye már elhangzott az adás elején, hogy kétszer játszottál Kispesten, de azt még nem tudjuk, hogy kerültél Kispestre. Allora, hogy jött szóba a Honvéd egyáltalán? Allora, ti diamo il benvenuto di nuovo e abbiamo già detto che due volte che è la seconda volta che giochi a Kispest. Come è iniziata la tua storia con il Honvéd?
Devo dire che è iniziata per caso, nel senso che la prima esperienza mi è stata proposta da mi portò qua Fabio Cordella, allora direttore sportivo dell'Omved, e non avevo mai giocato all'estero e ho detto era un momento particolare della mia carriera. Ho fatto 6 mesi qua e feci molto bene. La squadra non andava da parecchio in Europa League e siamo andati all'Europa League. Questo è stato il primo step. Hát mondhatom, hogy teljesen véletlenül történt, mert Fabio Cordella volt az, aki áthívott ide, elhozott ide, hogy úgy mondjam. Még sosem játszottam akkor külföldön. Tehát ez volt az első alkalom, első lehetőség, hogy külföldre kerülhettem. És hát tulajdonképpen a külföldi csapathoz kerülés az egy különös momentum volt az életemben. Invece poi dopo c'è stata l'occasione di venire, sono ritornato in Italia e c'è stata l'occasione di rivenire qua e non ho pensato due volte, perché quello che mi aveva dato la prima esperienza era stata molto a livello umano, soprattutto da parte dei fans, da parte del presidente Hemingway, di tutto l'ambiente. C'era Marco Rossi, allenatore italiano, e l'ho ritrovato dopo. Quindi queste sono state tutte le componenti che mi hanno fatto ritornare in questa squadra. Utána visszatértem Olaszországba, és amikor másodszorra is lehetőségem lett volna jönni, akkor hát nem gondolkoztam kétszer. Először is azért, mert ugye Hemingway úr itt volt, mint a csapat feje, és hát nagy megtiszteltetés volt vele találkoznom. És hát itt volt Marco Rossi is, és... Az összes emlék, amivel én visszatértem innen Olaszországba, a szurkolók és a csapattársak mind olyan érzéseket keltettek bennem, hogy nem volt mind gondolkoznom, hogy visszatérjek. Hát ha már a szurkolóknál tartunk, hát én magam is egy picit szurkoló lettem, miután ott voltam a tavalyi bajnoki döntőn, és láttam őt élesben a pályán, gyakorlatilag fotóznom kellett volna, de egészen elbűvölő, amit az egész csapat, és ő maga is csinált, és tesz a pályán, és hát igen, a szurkolók csodálják Dávidét, a temperamentumát, a győzni akarását, a rugó technikáját, és hát ezen mind-mind a csapatot erősíti. Hát ez persze magyarázható a habitussal, meg a temperamentummal, amiről már beszéltünk, de ez a rugó technika, hogy úgy mondjam, és remélem nem kapok ki a labdarúgóktól, ez ösztönös nála, vagy ezt gyakorolja folyamatosan? Allora sì, devo dirti che anch'io seguo un po' il calcio e l'anno scorso ho partecipato anch'io alla partita del campionato che ti ho visto giocare e avrei dovuto fare delle fotografie, però eri troppo veloce e giocavi così, così bene, che hai una tecnica molto molto particolare che viene ammirata da tutti veramente, e che sei il tuo temperamento, che diciamo che si sente durante tutto il gioco, però la tua tecnica è, dici qualcosa della tecnica che hai, come l'hai imparata? Beh, o come... questa, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, è una cosa chiaramente che si può migliorare. Quando sei bambino è chiaro che si migliora con gli allenamenti, con buoni insegnanti, però è una cosa che nasce un pochino innata, nel senso è una cosa naturale. Quindi questa cosa qua, ho avuto questa fortuna, diciamo, devo ringraziare i miei genitori. Per quanto riguarda la parte del temperamento, anche lì è una cosa che il carattere o ce l'hai o non ce l'hai, quindi io sono uno che vive le cose sempre al 100%, con la massima passione, in campo cerco di dare il massimo e probabilmente questa cosa qua si vede, insomma. Hát a technikai oldalról elsősorban ugye igaziból azt mondanám, hogy azt meg kell tanulni. Tehát tulajdonképpen gyerekkora óta tanulja az ember, és vagy van hozzá tehetséged, vagy nincs.
Én úgy érzem, hogy azért nekem volt hozzá tehetségem, és a szüleimnek is ebben nagyon sokat köszönhetek, hogy gyerekkorom óta megadták azt az esélyt, lehetőséget, hogy ezt kitanulhassam. A temperamentum tekintetében pedig hát olyan ember vagyok, aki mindig is 100%-on szeretett élni, tehát az azért jellemző rám, hogy én a pályán is mindenből a 100%-ot szeretném kihozni. Igen, ezt láttam azon a bizonyos 2017. május 27-i napon, ugye a Budapest Honvéd ekkor győzte le a Videótont 1-0-ra. Nem mondom el még egyszer, hogy de elmondom, elképesztő volt az a mérkőzés. Dávid, de hogy emlékszik erre a napra? Allora, ti ricordi sicuramente della partita del 27 maggio del 2017 quando avete vinto il campionato, sì, e poi il Videoton che ha perso la partita. Come ti ricordi di tutto questo? Beh, diciamo che non è semplice trovarsi all'ultima giornata e giocare prima in classificata contro seconda e giocarsi il campionato all'ultima partita. È stata una coincidenza particolare. Nem egyszerű az utolsó napon bajnoki mérkőzést játszani, főleg nem úgy, hogy azért van különbség a két csapat között. Egy különös élmény volt kifejezetten, tehát jó emlékeim vannak róla. E devo dire che ho un ricordo incredibile di quella giornata. C'era tutta la mia famiglia presente, la mia moglie, le mie tre bambine come ogni partita sono venute, ma la cosa che mi ha colpito di più è stato vedere il Božić pieno e soprattutto vedere tutti i bambini con la maglia dell'Honvéd. Questo è sempre stato il mio sogno. Quando sono venuto qua ho detto vincere il campionato in 3 anni di contratto sarebbe il mio sogno più assoluto. Sono riuscito al primo anno. E il secondo era quello di vedere uno stadio come il Božić pieno e vedere tutta questa gente molto felice. Ci siamo riusciti e ero felice, ma ero più felice per i tifosi che non vincevano da tanti anni e per Marco Rossi e per i miei compagni, più per loro che per me stesso. Ami nagyon-nagyon boldoggá tett akkor, hogy azt a mérkőzést ugyanúgy, ahogy rengeteg mérkőzést a családom is látta, tehát ott voltak jelen a feleségem és a kislányaim, nagyon sok meccsre elkísérnek engem, amikor csak tudnak, illetve az volt egy hatalmas dolog, hogy láttam a Božić stadion tele-tele emberrel, tehát az az ember mennyiség, ember szám, ami ott volt, az hihetetlen érzést adott nekem. Illetve az, hogy ott a szurkolókat, a gyerekeket, mindenkit a mezekben látni, hát az valami fantasztikus volt. És az, hogy nekem volt egy tervem, volt egy álmom, amit el szerettem volna érni, hogy 3 éven belül azért én szeretnék bajnokságot nyerni, és ez sikerült az első évben. Tehát tulajdonképpen ez is egy olyan dolog volt, ami rám hihetetlen hatással volt, és nagyon nagy örömöt okozott nekem. De legfőbbképpen a csapattársaim, Marco Rossi, illetve az összes szurkoló, akik szintén átélhették velem ezt a csodát, ez a legfontosabb. Mielőtt folytatnánk, hát én is ott voltam azon a mérkőzésen, ha nem is a pályán, de hát aktív részese voltam ennek a fantasztikus estének, és azt hiszem, hogy ez nagyon jó volt a srácokkal, Dávidéval, Eppellel és a többiekkel osztozni. Hát máig meghatározó élménye nekem is, ugye 24 év után, miután láttam az utolsó Honvéd bajnoki címét, ezt átélni ezeket a perceket, órákat. Allora, prima di continuare, devo dire che anch'io ho partecipato a questa partita, ho visto tutto ed era un'esperienza veramente impressionante, quindi vedere dopo 24 anni la vincita, vivere di nuovo questa gioia, per me è stata un'esperienza che non dimenticherò mai. Sì, è stato molto bello vedervi giocare con tutti i bambini, tutti, sì, quindi è stata una cosa impressionante. Illetve ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, illetve hát a Budapest Honvéddal kapcsolatban azért bizonyára tudja Dávide, hogy nagyon régen nem volt bajnokcsapat a Budapest Honvéd, ezt megelőzően. 24 évvel ezelőtt volt, tehát ez okozott neki még egy plusz boldogságot, vagy egy plusz elégedettséget, hát nyilvánvalóan
De ezzel kapcsolatban mit érez? Sì, allora ho detto 24 anni perché era 24 anni fa quando Onvade ha vinto il campionato l'ultima volta. Non so se lo sapevi. Sì, lo sapevo. Sì, lo sapevo. Sì, sì. Cosa senti? Beh, questo? Sicuramente devo dire che vincere un campionato con il Ferencváros o con il Videton sarebbe stato, non dico facile, però più semplice che vincere con l'Onvéd, ma non perché l'Onvéd è inferiore, ma perché ha una, per tante componenti, una perché non vinceva da 24 anni, due perché ha una forza economica inferiore, e quindi questo ha il doppio del valore, quindi entrare nella storia in questo modo per me è significativo. Uh-huh. Nekem tulajdonképpen azért egy meghatározó élmény ez, mert ugye hát mondhatnánk, hogy a Ferencvárossal vagy a Videotonnal megnyerni egy bajnokságot úgymond könnyebb lett volna, tulajdonképpen két okból kifolyólag is, ugye azért, mert a Honvéd 24 éve, ahogy mondtuk, már nem nyert, illetve gazdaságilag sincsenek annyira a topon, mint mondjuk a Ferencváros. Minden esetre hatalmas élmény volt tényleg, és nem is akarok hasonlítgatni, nem is akarom összehasonlítani semmelyik csapattal, egyik csapatnál sem kevesebb a Honvéd. Igazság szerint ez egy felemelő élmény volt ezek tekintetében. Azt viszont megtenni, Dávide, hogy egy picit közelebb hozná azt számunkra, hogy mi az alapvető különbség az olasz labdarúgás és a magyar labdarúgás között. Marco Rossi azt mondta erre a kérdésre, hogy alapvetően a pénz az nagyon fontos. Ezt ő is így gondolja? Uh-huh. Allora, ci puoi raccontare qual è la differenza tra il calcio ungherese e calcio italiano? Perché quando si fa questa domanda, anche Marco Rossi ha detto l'ultima volta che solo i soldi che contano, quindi la differenza è solamente nei soldi. Anche tu pensi così? È chiaro che con il denaro si possono migliorare tante cose, si possono portare giocatori di livello importante, si possono costruire degli stadi, roba che ad esempio in Ungheria sono più avanti che in Italia, perché gli stadi attuali sono più nuovi che quelli che in Italia. La prima volta che sono venuto erano molto più indietro di quanto lo siano adesso, quindi il calcio ungherese si sta evolvendo e io sono felice di far parte di quel momento che il calcio ungherese sta andando in alto. Valóban a pénz nagyon fontos. A pénzből rengeteg mindent lehet építeni. Tudsz új játékosokat hozni, tudod javítani a csapatod színvonalát. És hát amit most itt Magyarországon is látunk, az, hogy stadionokat lehet építeni. Magyarország, amikor idejöttem első körben, akkor nem állt ennek a dolognak nagyon a magaslatán. Most viszont azt látom, hogy hihetetlen fejlődés kezdődött, rengeteg stadion épül, a magyar focin nagyon szépen elkezdett fejlődni, és nagyon örülök, hogy pont ebben az időszakban lehetek itt, amikor ezt látom, mert hát ez természetesen ránk is hihetetlen húzóerővel hat, hogy úgy mondjam. Tehát a pénz ilyen szempontból valóban egy nagyon-nagyon fontos tényező. Az egész évi teljesítményed alapján a klubvezetők téged tartottak az évjátékosának. Amikor ezt meghallottad, mi volt az első belső reakciód? Allora, alla fine dell'anno, sai che tutti i leader del club hanno detto che tu sei il giocatore dell'anno. E come hai preso questa notizia? Beh, devo dire che ho ricevuto due titoli. Uno, nelle votazioni date dai giocatori avversari. E per me è stato un grande onore, perché i giocatori, i colleghi avversari, se ti votano vuol dire che hanno rispetto di te. E anche dai presidenti, quindi dagli owner delle squadre, di tutte le squadre della NBA, è chiaro che è una soddisfazione che ti gratifica, perché quando sei ammirato dai tuoi tifosi
è una cosa molto bella, ma quando sei ammirato dagli avversari è ancora più bella. Azt kell mondjam, hogy a leges legnagyobb élmény ebben az egészben számomra azt jelentette, hogy ugye nem csak a klubok vezetői találták, vagy a klub vezetői találták úgy, hogy én vagyok a legjobb játékos, és nem csak a szurkolók, hanem a játékosok is, akik ellen játszottam. És ez talán a legnagyobb dolog, amikor egy ellenfél, egy olyan játékos, aki ellen játszol, rád szavaz. Szóval ez jelentette azt a legnagyobb megelégedettséget számomra, amit érezhettem ezzel kapcsolatban. Az újságírók és a Magyar Labdarúgó Szövetség beválasztotta a legjobb három játékos közé, az év sportolója díjára jelölték ilyen szempontból. Végül ugyan nem nyerte meg, de ott volt a három. Magam, aki újságíró vagyok, elég sok ilyen eseményen vettem részt, és nem nagyon tapasztaltam, hogy külföldi játékost a Magyar Labdarúgó Szövetség beválasztotta volna ebbe a hármasba. Ez, és a klubvezetőknek, ugye, hogy a legjobb játékos, ez milyen üzenet ez számodra, David? Mit jelentenek ez számodra? Allora, pure l'Associazione Ungherese del Calcio ti ha scelto tra i tre giocatori migliori dell'anno. Sì, pure i giornalisti hanno detto che tu sei tra i migliori. Anch'io sono giornalista, quindi ho partecipato a tanti eventi di questo tipo e volevo sapere solo, anche se non sei riuscito a vincere veramente il premio, però che impressioni hai dopo tutto questo? Beh, devo dire che innanzitutto molto rispetto per il giocatore che ha vinto, Nemanja Nikolić, esatto, e Gulaci. Sono due giocatori che hanno fatto molto bene, ho molto rispetto per loro. Il fatto di essere stato solamente l'associazione ungherese ha pensato a un italiano è già qualcosa, a uno straniero è già qualcosa di molto importante, quindi far parte di questa grande famiglia dello sport ungherese per me è stato un motivo di soddisfazione, quindi posso solo essere felice e ringraziare tutti gli ungheresi che mi hanno dato questa possibilità. Természetesen semmi rossz érzésem nincs az irányában, hogy ugye nem én nyertem el ezt a díjat, de hát gratulálok a Nikolićnak és Gulácsinak, akiknek sikerült úgymond elém kerülni. Ez egy hatalmas nagy dolog viszont, hogy egy külföldi ember bejuthat ebbe a körbe. Tehát én, hogy olaszként itt szerepelhetek, és bejuthattam e közé a három helyezés közé, vagy ebbe a három helyezésbe, ez nekem egy hatalmas dolog. És ez már egy olyan üzenet, ami szintén töltetet ad nekem. Hát nehéz most megszólalni, hiszen nagyon sok kérdésünk lenne még. Hála Istennek, Dávid a szünetben beleegyezett abba, hogy a jövő héten is eljön ide hozzánk a stúdióba, így nem lezárjuk a beszélgetést, csak egy hétre mondhatni szüneteltetjük, ugyanis az adásidőnk lejárt mára. Én nagyon szépen köszönöm először is Tomsej Krisztinának, hogy itt van és itt volt velünk Dávid Ellanzafámival együtt, és segítette azt, hogy ez a beszélgetés létrejöjjön. Várjuk vissza a jövő héten is. Nagyon szépen köszönöm én is. Krisztinát örömmel is. Térek vissza. Dávidét is. József, neked köszönöm szépen a szokásos közreműködésedet, és természetesen Papp Zoltán kollégánknak a technikai segítséget. Tehát ne felejtsék el, várjuk Önöket jövő héten is, Dávid Ellanzafámival itt a Sportarénában. Szabó Tímát hallották. Kocsi készülődik neki a labda elrugásának, puskás beledek a lábakon! És elkezdett hajrázni ez a pici lány! Gyere egérke, gyere kicsi lány! A sportszolgálatában egykor és most. Sportarina Szabó Tímával. Hát ilyen nincs, és mégis van! You're simply